A diák önkormányzat szervezésében bonyolítottak több labdajátékot szerepeltető sportnapot a Komáromi Jókai Mor gimnáziumban március 14-én. Ezt a programot immár harmadszorra szervezték meg az iskola fiataljai. Ugye a The Finals házi bajnokság fociban, kosárlabdában, most már harmadik éven, és röplabdában pedig az első éven szerveztük meg a házi bajnokságot. Az utóbbi hetekben már itt délutánonként mentek a selejtezők, és mára pedig a legjobbak jutottak be, úgyhogy ők most itt a szurkolók, és mindenki előtt dönthetik el, hogy ki a legjobb idén ezekben a sportágakban a suliban. Két jeles testnevelőt is találtak a program arcaként. Deák Béla és Pőce László tanárok is adták magukat a népszerű sporteseményhez. Igazából Deák tanár úr ugye a diák önkormányzat munkáját segítő pedagógus is, úgyhogy ő mindig a fénypontba kerül, Pőce tanár úr pedig vállalta ezt a nemes feladatot, hogy szintén az arca lesz ennek a mai programnak. Én úgy gondolom, hogy hagyományt teremteni mindig nagyon nehéz, de talán is nem magunkat fényezve sikerült. Ezt a diák önkormányzat kezdeményezte, még a Haris Gergővel találtuk ki 3,5-4 évvel ezelőtt. Ugye most valósul meg harmadik alkalommal, és úgy gondolom, hogy most már rangja van, és tényleg beszélnek róla, hogy na akkor ki fogja behúzni a Finals-t, és ki tudja megnyerni. Ezt tudni kell, hogy az előző két évben a focit ugyanaz a csapat nyerte meg, úgyhogy ők például nagyon készültek rá, hogy triplázzanak. Kosárlabda, labdarúgás és röplabda kapott hangsúlyt a népszerű sportok közül. Az esemény népszerűségét iskolai szinten a számok is megmutatták. Három sportág a selejtezőkkel együtt, most nem vagyok benne biztos, de körülbelül 15-20 csapat, és ebből jutott most 10 be ide a döntőbe, ugye négy fociban és röplabdában, kettő kosárban, és ez szerintem most nem tudok pontos számot, de olyan 80-100 diák lehet körülbelül, mi úgy nézzük, hogy 400 fő és a gimi, tehát azért nagyon nagy részt, tulajdonképpen minden negyedik diák részt vett valamilyen formában ezen a rendezvényen. Aki megnyeri ma, az egy évig viseli a suli legjobbja címet. És azért szerintem az, hogy ki a suliban a legjobb foci csapata, az mindig egy presztízs kérdés.